Komjáti Imrét választották meg az MSZP elnökének, immáron társelnök nélkül. Komjáti a tisztújító kongresszus után azt mondta, az MSZP lesz a magyar politikai élet emberi hangja, és ígéretet tett arra, hogy a 2026-os választás után az MSZP ott lesz a parlamentben. Komjáti Imrével beszélgetünk. Az MSZP elnökével, új elnökével, aki már nem társelnök. Jó estét kívánok! Jó estét a nézőknek is! Ugye 2 évig lesz a párt elnöke, vagyis ön viszi végig 26-ig a pártvezetést. Hát az MSZP a kutatások szerint a megmaradásáért küzd. Mit tud kezdeni ezzel a helyzettel pártelnökként? Érdekes, hogy az egész életem a nehéz helyzetek megoldásáról szól. Így volt ez akkor is, amikor 9 gyerekes család legidősebb gyereke voltam, és akkor is nehéz helyzeteket kellett megoldani. A munkahelyem is ez volt a jellemző, azóta a dolgom, és hát most is az kell. Alapvetően ilyenkor ugye a politikusok szokták mondani, hogy nem közvéleménykutatást kell nyerni, én viszont azt mondom ilyenkor mindig, hogy az adatok vagy azt mutatják, hogy valami jó, és akkor azt még jobbá kell tenni, hogy azt mondják, hogy valami nem jó, és akkor azt meg jóvá kell tenni. Hát most azon vagyunk, hogy jóvá tegyük. Ahogyan azt a kongresszus után rögtön nyilatkoztam is, elkezdtük a kampányt, a 26-os kampányt, elkezdtük a felkészülést. Mielőtt a kampányra rátérne, bocsánat, azt mondja, hogy ami nem jó, azt jóvá kell tenni. Mi a nem jó? Miért tart most az MSZP ott, ahol tart? Én azt gondolom, hogy mi voltunk az egyetlen olyan párt, amelyik valóban komolyan vette azt, hogy mi kormányváltást akarunk. És a kormányváltás érdekében hajlandóak vagyunk összefogni minden ellenzéki párttal, kivéve aki vállalhatatlan. És mi ezt rendre megpróbáltuk, és rendre lesöpörték az asztalról. De ki söpörte el? Hát a más ellenzéki pártok. Tehát azért arra emlékeznek a nézők is, amikor... Én nem tudom, hogy őszintén mi az ő céljuk, de hogyha ezt valóban komolyan gondolták volna, akkor félreteszik az ellenségeskedés, nem egymás legyalulásával, megszüntetésével foglalkoznak. És igaza volt Őrsi Gergőnek, amikor azt mondta, nagyon bölcs polgármester, hogy többet beszéltünk az összefogásról, mint csináltuk. Szerintem igen, ezt az időben... ellenzék sokszor elmondja, de most, amikor erről kérdezem, akkor a párt elnökeként azt mondja, hogy az MSZP a többi ellenzéki párt miatt tartott, ahol tart. Nem elsősorban, de az biztos, hogy jelentősen hozzátett, hogy gyakorlatilag eltűntünk ebben az összefogás kakofóniában, és nem tudtuk eljutatni a választókhoz a valódi üzeneteinket, azt, hogy kik vagyunk, mit képviselünk, mit akarunk értük tenni. Persze beszéltünk erről, de nem ez volt a hangsúlyos, hanem mindig az összefogás mantra volt. Csinálni kellett volna, nem beszélni róla. Ezzel mindenképpen változtatunk. 2026 nagyon messze van, nem tudjuk, hogy változik-e a választójogi törvény, nem tudjuk azt, hogy a Tisza párt erősödik, csökken, mi lesz vele. Nekünk most azzal kell foglalkozni, 2 dologgal. Egyik, fel kell mérnünk a valós állapotát a párt szervezeteknek, hogy hol vagyunk, hol nem vagyunk, milyen erősek a szervezeteink, megerősíteni a szervezetet, megtalálni a 106 jelöltet, és akkor engedjék meg a nézők, itt jelentem be az ATV-nek először, hogy mivel tudom, hogy milyen rendkívül fontosságú az egyéni körzet, mert ott dőlnek el ezek a választások főleg, hogy én Borsod megye 4-es választókerületében, ez Kazincbarcikai Központ, el fogok indulni egyéniben. És meg fogjuk találni a 106 jelöltet, és majd valamikor közel a 2026-os választáshoz el fogjuk dönteni azt is, hogy lesz együttműködés, ki kell lesz, milyen formában. Most ön volt a társelnök, tehát ön már egyébként ígért megújulást, itt is ebben a műsorban kérdeztem erről, vagy változást a pártban, az eredménye nem látszott. Most mitől lesz? Tehát most azt mondja, hogy ott lesznek a parlamentben 26-ban, de akkor nézzük, hogy miért gondolja ezt most. Mert egészen másképp fogjuk csinálni. Ahogy említettem, arra fogunk fókuszálni, hogy a szavazókhoz el is jussunk. Ezt mi hagyományosan egyébként úgy tudjuk megtenni, hogy még mindig arra a hálózatra tudunk támaszkodni, ami még nekünk van, és nem csak az aktivista hálózatunk, hanem 29
MSZP tag polgármesterünk van, 178 MSZP tag önkormányzati képviselő is körülbelül, összességében 300, aki valahogy hozzánk kötődik. Na de ez eddig is így volt, tehát eddig is el tudtak volna jutni, eddig is itt mi is meghívtuk, itt is el tudtam mondani, közleményeket adtak ki, a parlamentben ott voltak. Magyar Péter hangját, ha már említette a Tisza pártot, meghallották az ellenzéki szavazók sokkal jobban, mint az MSZP-t, vagy bármelyik ellenzéki pártét, hogy az elmúlt éveket nézzük, ez jól látszik a számokon. Mit kezdenek ezzel? Tehát vitte a Tisza az MSZP szavazóit is. Természetes, hogy vitte. Pontosan az volt az oka, és azért jött létre a Tisza párt, és azért erősödik Magyar Péter, amit az elején említettem. Onnantól kezdve, hogyha a választók azt látják, hogy eszük ágában sincs összefogni az ellenzéki pártoknak, és valóban azzal foglalkozni, hogy hogyan váltsák le Orbán Viktor kormányát, hogyan zavarják el a Fideszt, akkor természetes, hogy elvesztik a hitüket, és jön egy ember, aki azt mondja, hogy én összegyűjtöm az összes szavazót, és igenis én ezt komolyan gondolom, akkor arra felé fognak menni. De hogy lehet ezen a helyzeten javítani? Mert most ez a helyzet, akkor ahogy mondja, önök is látják, hogy büntetik az ellenzéki szavazók is, akár az MSZP-t, vagy a régebbi ellenzéki pártokat. Mitől változna ez? Az alternatívát nem az MSZP-ben látják most, vagy a DK-ban, hanem a Tisza pártban. Azért sokan vannak, és még többen lesznek, akik az MSZP-ben fogják látni azt az alternatívát, aki a baloldal hangja tud lenni, aki a baloldal tudja egyben tartani, vagy újjáépíteni, azért, mert azért nem mindenki akar a Tisza pártra szavazni. Azért Magyar Péter azon kívül, hogy néha elolvassa az MSZP programját, és csemegész belőle, és ígérget belőle, azon kívül egyébként ő egy jobboldali konzervatív ember, és onnan jött, a Fideszből jött. De úgy tűnik, hogy ez az ellenzéki szavazókat most egyáltalán nem zavarja, ha a közvéleménykutatásokat nézzük, és ő maga mondja, ahogy ma már egyébként említettem is ebben a műsorban, nincs jobb, meg nincs bal, csak magyar van. Hány százezer szavazó van még egyébként, aki nem akar Magyar Péterre sem, és a Fideszre sem szavazni, aki baloldali, mi tudjuk, hogy ilyenek vannak, csak kis csoportokban szétszórva keresik a helyüket. Hát szavaznak a DK-ra, a Demokratikus Koalíciónak is nagyobb a támogatottsága, mint az MSZP-nek. Természetesen mindenki számára ott van a lehetőség, hogy megszólítsa a szavazóit. Azt gondolom, hogy az MSZP egy hiteles, igazi baloldali, akinek nem kell bizonygatnia, hogy egyébként valóban hiteles baloldali, mert azért mi már ezt többször bizonyítottuk, akár a szakszervezetek melletti kiállás, akár az, ahogyan mi mondjuk a multi cégeket bíráljuk, vagy ahogy a kormány ezen politikáját bíráljuk, senki nem csinálja. De azt azért látják a nézők is. Az elmúlt hetekben mondjanak nekem olyat, hogy ellenzéki pártok vezetői, hogy nem az influencerkedéssel foglalkoztak, nem arról szólt, hogy kinek mennyire feszes a nadrágja, vagy milyen könyvet ír, vagy hogyan főz. Az MSZP vezetői, elsősorban én, azzal foglalkoztam az utóbbi hetekben is, hogy amit már senkit nem érdekel. Mi van K. Endrével? Most válaszolt éppen Paul Péter. Mi van a gyermekvédelem kérdésével? Mi van a Dunaferrel, hogy haldoklik a cég, hogy dolgozók élete megy tönkre ott? Ezekkel az ügyekkel csak mi foglalkoztunk. Vagy a készpénzfizetési kampányunk, hogy legyen ingyenes a minimálbérig a készpénzfelvétel. Mi ezekkel az ügyekkel foglalkozunk, olyan ügyekkel, amelyek a mindennapi emberek problémáit érdekli. De eddig is foglalkoztak ezekkel az ügyekkel. Tehát én nekem azt is kérdeztem, hogy ha már ezt a kezdeményezést említette, itt van az ingyenes készpénzfelvétel, indítottak egy petíciót, vagy van egy aláírási kezdeményezésük ezzel kapcsolatban. Mennyire sikeres ez például? Hányan írták alá? Tehát a kérdés az, hogy mit lehet ezekkel a kezdeményezésekkel ma Magyarországon a politikában elérni? Én azt gondolom, hogy lehet, el lehet érni a szavazókhoz, olyan szavazókhoz, például ez a készpénzfizetési kampány, itt Vajda Zoltán volt a Költségvetési Bizottság elnöke, az ötletgazdája. Láthatóan néhány nap alatt több mint 600 ezeres elérése volt, és még akkor hirdetés nélkül, a kezdeményezésünknek, mert ez érdekli az embereket. Azt mondják, hogy igazságtalan az, hogy a saját fizetésünkért, a saját pénzünkért még egyszer, meg nem tudom hányszor fizessünk a bankoknak, hogy köszönjük szépen, jól vannak. Ez egy olyan ügy, ami érdekli az embereket, és ez elsősorban nagyon jól kijött, hogy akik jobboldaliak, vagy akár liberálisok, ők védik a bankokat, aki meg baloldali, az meg azt mondja, hogy az MSZP az egyetlen, aki ebben az ügyben megszólal. Szerintem hiteles baloldali politikára van szükség,
hogy ezt a politikát eljuttassuk a választóhoz, megtaláljuk a 106 jelöltet, és készen álljunk arra, hogy bejussunk a parlamentbe 26-ban. Utolsó dolog, azt mondja, hogy nem keresnek szövetségeseket egyelőre, de már felvették a kapcsolatot különböző baloldali pártokkal és mozgalmakkal. Milyen baloldali pártokkal, azt elárulja? Én úgy fogalmaztam még nyáron egy interjúban, és most a kongresszuson is elmondtam, hogy a baloldal újraépítéséhez mindenkire szükség van. Azokra is, akik elmentek az MSZP-ből, akiket esetleg elmartunk az MSZP-ből, meg azokra is, akik az MSZP-hez azért nem csatlakoztak, mert nem tartották esetleg igazi baloldalinak, és most ők keresik a helyüket. Úgyhogy... Szanyi Tibor, Mesterházi Attila, Újhelyi István. Akár. Nem tudni, hogy... De megkeresi őket? Most már ön az elnök. Természetesen mindenkit megkeresünk, a Szikra mozgalmat is megkeressük, az Egységes Diákfrontot is megkeressük, és mindenkit, akit baloldalinak vallja magát, és talán meglepő lehet a nézőknek a Momentumban és az LMP-ben is vannak ízig-vérig baloldali emberek. Amikor elmentem sörözni az egyik ilyen LMP-s önkormányzati képviselővel, és megkérdeztem, hogy te mit keresel az LMP-ben, a másikat, hogy mit keresel a Momentumban, te ízig-vérig szocialista vagy. Azt mondta, hogy azért, mert nem talált olyan baloldali pártot, ahova jöjjön, de ha átalakultok, ha megtisztultok, akkor megyünk hozzátok. A DK-val való szövetségnek vége? Ugye volt egy szövetség. Hát gyakorlatilag annak akkor lett vége, amikor a Párbeszéd kilépett belőle. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.